Szinte egész nap nagy a forgalom a 4-es főút Rozsréti elágazásánál. Egy darabig még kétszer két sávon fut az út Debrecen irányába, utána azonban egy-egy sávra szűkül a pálya. A két város közötti mintegy 50 km normál tempóban 40-50 perc alatt tehető meg. Ez ugyanakkor a jövőben lerövidülhet. Nyíregyháza és Debrecen 2017. decemberében kötött hosszú távú együttműködési megállapodást a régió erősítése érdekében. Ennek részeként indulhatnak el a fejlesztések. Az elmúlt időszakban a kormány két nagyon fontos döntést hozott ezen megállapodás kapcsán, a Debrecen-Nyíregyháza megállapodása kapcsán. Az egyik elrendelte a 4-es számú főút kétszer-két sávosításának tanulmánytervi, környezeti hatástanulmányainak az elkészítését, tehát magyarul a projekt előkészítését, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánította, és korábban döntés született a két város közötti vasúti kapcsolat, a 100-as vasúti fővonal, amely az ország egyik legjelentősebb vasúthálózati eleme ennek a fejlesztéséről. A két megyeszékhely polgármestere és országgyűlési képviselői szerdán a Debreceni Városházán egyeztettek a témában. Az ezt követő sajtótájékoztatón elhangzott a több területet érintő partnerségi megállapodást. Annak idején mind Nyíregyháza, mind Debrecen közgyűlése egyhangulag fogadta el. Az első pontjában teljesen logikusan a közlekedés fejlesztése szerepel, hiszen ha két város között nincsen megfelelő infrastruktúra, nem biztosítja akár a gazdaság, akár a turizmus, akár az oktatás, felsőoktatás, kultúra területén a találkozás lehetőségét, illetve nem segíti azt, akkor azt gondolom, hogy hiába beszélhetünk sok mindenről. A két város együttműködésének köszönhetően a szomszédos települések is fejlődhetnek. Debrecen és Nyíregyháza agglomerációs övezete metszi egymást, hiszen hadd utaljak arra, hogy egy felmérés is készült még 2010 előtt egy kicsivel, hogy a két város között ezernyi a 4-es úton több mint 50%-a az a két város közötti forgalmat jelentette, és csak kisebb része a tranzitforgalmat. Ezernyi kapcsolat volt gazdasági, kulturális, egészségügyi, oktatási. A fejlesztések gazdasági élénkítő hatásuk mellett a sportéletre is jótékony hatással lehetnek. Már most érzékelhető, hogy ebben az esztendőben és a jövő évben is már egyre nagyobb sporteseményeket hozzunk hazánkba és a keleti régióba is. Úgyhogy nagyon sok terveink vannak, akár hogyha nézzük a Kelet-Magyarországot Debrecennel, Nyíregyházával, egyre több sportág csatlakozik a nagy sporteseményekhez, és ehhez bizony közlekedés szempontjából is fejlesztenünk kell a közút hálózatot. A térségben élő mintegy 500 000 ember közül sokan fogják érzékelni a beruházások pozitív hatásait. A két város között ugyanis napi szinten több ezren ingáznak. Közúton a 4-esen akár 15-20 perccel is rövidülhet a menetidő, míg a vonatok a jelenlegi 120 helyett 160 km/órával tehetik majd meg a távot. A fejlesztések keretében az M3-M35-ös autópálya csomópontot is kibővítik, egy le- és egy felhajtóval.